Folytasd! A helyszín és a történet fiktív. Micsoda? Fiktív az annyi, hogy nem valós. Ja, jó, folytasd. A magyar focisták remek sportolók, eredményeik pedig magukért beszélnek. Na azért. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Már is egy szenzációs hírrel kezdünk, ugyanis megszületett a 2002-2003 évi hazai labdarúgóbajnokság győztese. A csapat nem más, mint a Pecmeregi Öntött Vas Csavargyár Futballklub, azaz a PÖC FC. Az edzőjük pedig a méltán világhírű Pityu. Pityu! Pityu, ébresztő! Pityu! Pityu! Pityu, ébresztő! Kezdődik az edzés! Kell egy csapat. Mi van? Elnézést a késésért, mester! Miért vagy listes, Krisztián? Csak most engedtek el a malombot. Aha. A futás, gyerünk! Hű, ez az edző! Mennem kell! Szentségit! De kurva hosszú volt ez a főcím! Na lányok! Ez itt a pálya! Na mit gondoltok? Mi az, ami ez a játékhoz feltétlenül szükséges? A pénz! A kapcsolatok! Kapcsolatok! Idióták! Hát a labda! Jó, ez kemény! Pattog! Na lányok! Bemutatom Schaller József urat, az új tulajdonost. Adj is te! Mindenki itt van? Igen! De egy csapat, nem 9 ember bülá? 11. Hát annyi, akkor annyi. Szóval, hol vannak a többiek? Hát, ha van egy kis ideje, elmeséljük. Valami van. Mondtassak igyelme. Hát az úgy volt, hogy a Béla az bundaügybe keveredett. Sanyit eltiltott a sportorvos, mert csökkent látó. De benn van. De nincs benn. De mondom, hogy benn van. De nincs benn. De benn van. Nincs benn. De benn van. Nincs. Ott van. Nincs. Benn van. Nincs benn. De igen. De nem. Passzolj! Géza volt a titkos fegyverünk, villámgyors volt, csak az állóképességével volt a problémán. Józsi pedig belépett egy szektába. Hát valahogy így történt. Hát te meg egy kicsoda. Ő Dodi.
Csak félek, hogy hamarosan kiöregszik. Értem. Hát akkor embereket kell szerezni. No, ki itt a főjuhász? Nálunk úgy mondják, hogy csapatkapitány. Jó van, akkor ki itt a csapatkapitány? Én vagyok. Na, akkor maga meg maga velem gyűjtnek az irodába. Többiek meg, gyerünk, menjenek, találjanak új focistákat maguk mellé. Sipül! Kéne egy csoda csatár. Ja, mint a David Beckham. Nem, nem mint a David Beckham, hanem a David Beckham. Á, hát azt nem tudnánk megfizetni. Nem-e? Ezt mondták a képre is, amit a múlt héten vettem 85 millióért. Ki az anyja? Milyen képe? A Leonardo DiCaprio. Az utolsó előtti vacsora. Azt a fegyet, ez nem semmi. Nos, volt nekem egy mezőmés, csak mögmocsorasodott. Azt kérdezem a statikusomtól, hogy mi a szűzmáriámat tegyek ide. Mert ugye a birkáim azok rendre elsüllyedtek. És? Azt mondja nekem, hogy építsek egy futballstadionot, mert ott sokat szotyiznak. És a sok kiköpködött szotyolahely ugye megköti a sorat. Azt is megcsináltam. Na de ne térjünk el a tárgytól. Szóval, ez a Beckham. Beckham. David Beckham. Na akkor az. Szóval, hol játszik ez a gyerek? Angliában. No, akkor nyergej, fordulj, megyek Beckhamé. Irány Anglia. 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 Az az Anglia! Ködös Albion, pudingok, csúnyanő, királynő, Mr. Bean, eső, ki ott Anglia? Mit nem lehet ezen érteni? No, veszkes Anglia! Jó vicc, mi? Mi keresünk új focistákat. Hát, mintha az olyan könnyű lenne. Mint hogyha lépten nyomon abba botlana az ember. Hát, hogyha az úgy menne, hogy sétálunk, sétálunk. Lapka! Te, figyelsz, haver! Gyere már ide! És törkölj! Segít a fáj a torkod, meg az orrodat is tisztítsa. Hmm. Öcsém, nem jössz hozzánk focizni? Mit fizetne? Hát a pénz az elég töré, 350 roncs havonta, szponzori autó is csak egy szakadt merci, kalóriapénz, alig 120 roncs havonta, hát de szűken, de kijövünk. Jó van, nem bánom. Hello, Jancsi vagyok. Szia. Én vagyok a Viktor. Én vagyok a Krisztián. Hello. Gyere. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e megvenni azt a Beckhamet. Ó, ha egyszer én is külföldön játszhatnék. Képzeld, valami tengerparton, gyönyörű szép Angliában. Ó, az az élet. Tengerpart, pálmafák, nők, kocsi. Ó. Meccse van, és egy szép cselt megcsinál. És holnap már a Real hívja, jó a hír, és a sajtó sztár csinál. Sírod szép igazi Bundesliga fazon, lábai a földig érnek, a labda az, ami megzavar nagyon. És mindig lesremész, kint arany az élet, kocsi csaj és villagunkál. Azonnali belépéssel focistát keresünk, fizetés megegyezés szerint minimum egy láb megléte előny, de nem feltétel. Vagy valaki más, csak egy-két gól irány a légió, FC Milano a kis padra jó. Nem bírjuk, David, túl sokba kerülsz nekünk. Ez baromság. Ebben a hónapban nem is voltam fodrásznál, Szoláriumban is csak kétszer. Nem vettem többet három loálmenti kastélynál. Mindegy, a klub vezetősége úgy döntött, hogy eladunk. Micsoda? Még hogy ti? Mit gondoltok ti magatokról? Én mondok fel, én az első ajánlatot elfogadom, ami elém kerül. Igen? Mr. Richardson? Igen. Egy úr keresi Mr. Beckhamet? Küldje be! Tessük befáradni!
Hello, my name is Jóska Saller. Ich bin magyar. I am the football trainer and... Mondja nyugodtan magyarul, uram bátyám. Ez itt Mr. Attila Richardson, az apja magyar. My name is David Beckham. Az én, ők nagyanyám, az volt Nyékládházi. Mi beszéljük a maguk primitív nyelvét? Hínje, no? Hát akkor arról lenne szó, hogy megvenni magát a csapatomnak. No, de persze úgy gondolja, hogy ez hirtelen jött, hát akkor netán esetleg akkor nem. No! Elfogadom, mehetünk! Azt hittem nehezebb dolgom lesz. Aki tud, azt tud. Mások millió, csak mostantól futni kell. Egy-két gól irány a légió. Mások millió, csak mostantól futni kell. No, ez lenne a ház. Yes, thank you, de nekünk nincsen kutyánk. Úgy értem, a maguké, ebben laknak majd. David, nem beszélem jól ezt a nyelvet. Úgy értettem, ebben fogunk lakni? De, jól értetted. Ez a mi házunk. Hát ez borzasztó, és ez a matchbox? A mi autónk. Lányok, köszöntsük együtt szeretettel új játékosunkat. David Beckhamet. Majdnem teljes a csapat. Egy hónap múlva a Manchester Uniteddel játszunk, és győzni fogunk. Feltéve, ha meg lesz az új középpályás. Megvan az új középpályás. Ki vagy te, idegen? A nevem Béla. Botlábovics Béla. Az isteni BB. Hallottam, hogy jövő héten a Manchester Uniteddel játszanak. És ebben az országban csak egyetlen egy ember van, aki nekik gólt lőhet. Mégpedig én! Mi angolok véresen szeretjük a belszint. Mi magyarok pedig a hurkát szeretjük véresen. Mi az öt órai teára esküszünk. Mi pedig a reggeli pálinkára. És az lesz a legszebb, amikor a Wembleybe bepiszkálunk nektek 6 gólt. Na, ahhoz nekünk is lesz egy-két szavunk. Sok mindenben különbözünk. De egy valamiben egyetértünk. Hogy a szurkolóink mindegy formák. Tudjátok, ma már a sportban sokkal fontosabb a jó marketing, mint maga a játék. A lényeg az, hogy el tudjuk adni magunkat. Bár tudom, hogy nem lesz rá szükség, ma a gólörömöt gyakoroljuk. Figyelem! Gól! 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 Anya, belőttem! Bevartam itt a szart! Gól! Fú! Anyukén! Megcsináltam, Isten vagyok! Gól! Petmerek! Mester! Laci be! A mérkőzésen az lesz a taktikánk, hogy szabadrugásokból fogunk gólt szerezni. Ezért a bíróval el kell hitetnünk, hogy az ellenfél szabálytalankodott velünk. Nézzük, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Tehát, amikor az ellenfél a közeledbe ér, hirtelen mozdulattal földobod magad, és artikulátlan üvöltéssel orvosért vagy papírt kiáltasz. Rendben? Háromra kezdjük. Egy, kettő... Uraim, a holnapi mérkőzés előtt ez az utolsó vacsora. Nincs csajozás, nincs sörözés. A gond a következő. A múltkori meccset is csak 9-en fejeztük be, mert 4 játékost kiállítottak csúnya beszédért. Ezt
nem engedhetjük meg magunknak, mert nagyon fontos mérkőzés előtt állunk. Ha lehülye barmozod a bírót, biztos, hogy felmutatja a piros lapot. Cselhez kell folyamodnunk. Tehát, ha nem értesz egyet a bíróval, nem mondhatod neki, hogy a seggedbe, hanem azt mondod, a lóheggesszel le. Na? Érthető? Biztos? Na, nézzük a példákat. Jancsi, mit mondasz, ha a bíró nem adja meg a gólt? Rohadjon meg az összes befőtel a anyádat. Ez majdnem jó, egy kicsit finomíts rajta. Elég lesz a fele. Elég annyi, hogy a anyádat. Na, inkább te kussolj. Krisztián. Hát tudjuk, hogy a könnyű búvárok pucolják a szélvédődet. Ez jó. Bogár? Szétéplek, mint üzbék paraszt a gombos harmonikát. Nagyszerű. Viktor? Forgassa a spórolt pénzedet, a Prince Gábor. Kitűnő. Beckham? A motherfucker, a son of a bitch, and a goddammit. Tényleg, profi. Szuper. Botlábovics? Hogy simuljon ki az EKG-t? Ez se rossz. És mit mondtok akkor, ha javunkra a bíró megítéli a leskolt? Mert a f***ba hülye vakagér a f***ba anyámát. Mondta már, hogy te kussolj! Az jó, ha javunkra ítél. Akkor odalépsz hozzá, előveszed a kötek pénzt, és azt mondod, bíró úr, tegy el, de hamar. Na lányok, a taktikai edzéseknek vége. Mostantól az erőléti edzés következik. Bevetjük a titkos fegyvert. A Szénes Jucit meg a barátnőt. De kussol! Először Soher Orbit akartuk szerződtetni, de túl drága volt. Szerencsére David segített nekünk és írt egy ír barátjának. Aki most itt van közöttünk, ő az új erőléti edzőnk, Michael Fleckney. Thank you, Mr. Trainer. Hi, guys. Hi, Mr. Fleckney. Mr. Fleckney pár szót szeretne szólni hozzátok magyarul, amit egy magyar származású barátnőjétől tanult. Tessék. Szia, tetszel nekem. Gumi nélkül mennyi? Ennyi pénzre. Kinek köpjed? Csikós, gulyás, paprika, hajrá pecmereg, and hülye bíró. Hát ezt magam sem mondhattam volna jobban. Na gyerünk, kezdődjön az edzés. Gyerünk. Schaller úr, hiába vettük meg Beckhamet, így sincs semmi esély. Hát akkor meg kell venni a bírót is, ha mégse veszthetünk ezen a meccsön. Egyetlen bírót sem lehet megvesztegetni. Kivéve a gyevi bíró.
Na fiúk, adhatom a sör? Nem, a mester azt mondta, nincs sörözés. Úgyhogy valami töményet, ha lehetne. Jaj, Viktória, drágám, én úgy félek. Nyugi, David, úgyis győzni fog a csapaton. Csak egy kicsit feszült vagy. Nem akarod, hogy... Ne, kérlek, ne. A mester azt mondta, ma este nincs csajozás. És ne csináljam egy kicsit szájjal. Hát nem bánom. Bájszörny vagyok, bámul a hátulját, angol viszem, de magyarul jobban áll. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a mikrofonnál Has István, Zoltán, János, Vitéz, László. Két gigás csapva össze, a Manchester United és a pecveregi öntöttvas csavargyár futballklub, azaz a Pöcs FC. Óriási felkészülés előzte meg a mérkőzést mindkét oldalról, a csapatok már az öltözőben készülődnek, és itt a pályán is nagyon felfokozott a hangulat. A nézők szép számban gyülekeznek az évszázad mérkőzésére, arra a meccsre, amelyet már is úgy emlegetnek, hogy a bajnokok ligája, ugyanis a győztes jutalma az erkölcsi elismerésen kívül nem más, mint egy Liga moped lesz. Na de hát, hol vannak már ezek az aranylábú gyerekek? Mindenki izgatottan várja a mérkőzés kezdetét. A tét nem kicsi, de a magyar virtus küzdeni akarás segíteni fog. És ez a fejenkénti 20 millió, amit minden góllövő kap. Elnézést, mester, én úgy tudtam, hogy 20 millet kap, aki legalább egyszer a labdához ér. Hülyének nézel, édesfiam. Aki csak hozzáér a labdához, az elég egyen meg rongyos 5 millió volt. Botlábovics, próbálj meg nem elesni. Krisztián, te a középpályán vagy. Viktor, ne feledd, ma jobb oldalon játszol. Csak csere, bogár. Sorry, mester. Find my lab, please. Kenjen be. Majd Viktória bekem. És most irány a győzelem. És ha jól látom, igen, most lép a pályára a Manchester és a Pöcs FC. És most következzen a magyar futball himnusza, elénekli a világhírű magyar származású Csiki Martin.
A magyarok a meccsen focizni szoktak? Nem igazán, de a hangulat az jó, nem? A csapatok tér felett választanak, apró ajándékokkal lepik meg egymást és a bírót. A hazaiak hozzák fel a labdát, Baggio-nál a labda, igen, szépen szökteti Viktort, adja... Oh, Botlábovics megint elesett. Labda! Egy gyönyörű szép átadás, és a labda elhárítás tökéletesen működött. És most az angolok kaparintják meg a labdát, egy hosszú szöktetés, az angol fiú éppen Bácsot találja el, jaj, a bíró beinti a gyúrót a pályára. Lássuk, mit éreznek ilyenkor a bajnokok? De fáj a rudim! Ajaj, mami! Lilul, az acsi! Asszony, nyugi! Ha jól látom, David Beckham éppen a reklám kötelezettségeinek tesz eleget. Nincs többé viszkő, csak gyönyörű haj! És már is folytatódik tovább a gigászok csatája. Viktor próbálja megindítani a labdát. Lássuk, kinek adja. Egy Botlábovics megint elesett. Nem tudom, mi történhetett. Nézzük meg lassítva. Vegyem ön is! Pepsit! I'm here! Az első félidőnek hamarosan vége. Lássuk, mire lesz ez elég a vendégcsapatnak. Ez siralmas! Borzasztóan játszotok! Technikai megbeszélés a fél időben! És a bíró fúj! Hát, lesz mit megbeszélnünk a köcsöknek a fél időben. Mi volt ez, barom állatok? Főnök, mi mindent megtettünk? Egy lószart! Nekem! Miért nem tudod be magad? Nem most, hanem a pályán! Azt akarom, hogy menjetek ki, és nyerjétek meg a meccset! Ki fog nyerni? Mi! Ki a jobb? Ők! Főnök, nem fog ez menni! Vesztegessük meg az ellenfél kapusát! Reflektorfény, közönség zaj, ha nem nyerünk, kiesünk és nyakunkon a baj. Ezért aztán az ellenfelet kérem, hagyja, hogy nyerjünk és viheti a pénzem. Igen, tele van a zseb, tömöm a ludat. Ma sokat én, hogy gyengébb formát mutat. Sétálj, ne leszel cselezve, egyszer a kapu elé engedj be. Kis pimasz, engedj be. Kis pimasz, engedj be. Nem engedem ló, engedj be. We'll be right back.
sírom nép, számukra így is síromos a kép. A meccs pedig úgy lesz lefújva, a szekrényben bent marad a bunda. Bárhova lépsz, követ mint az árnyék, hiába futsz, utolér a hátvéd. Az eredmény el lett rendezve, légy szíves egy gólt még engedj be. Kis pimasz, engedd be. Is kezdetét vette a második félidő, a hazaiak kezdenek, Beckham hozza előre a labdát, előre passzolja, a bíró megállította Jacsit. Remélem, tudja, miért állítottam meg. Osztott nem, de tudod mit? Eltesztek, mint Prince Gábor a befőttet a gombos harmonikába, te üzbék paraszt. Jupis. Egyen ön is jókat. Angol szalonna. Hát igen, Botlavovics megint elesett a 16-as vonalában. Szerintem ezen már senki sem csodálkozik. Ez az jól csinálod, kilogyálni! Oké, neked, mert most lesz a tévé, most mondjad! Jaj, vállom! A lábad! A lábad! Félrebeszél fájdalmából! Kelj fel és játsz!1994-ben elvállaltam egy 11-est. Nagy felelősség volt rajtam. Hibáztam. 2003-ban újra elvállaltam egy 11-est.
Senki nem bízott bennem. Lényeg, hogy én bíztam magammal. És elfogadtam a kedvező ajánlatot. Bíztam benned. Johnny Cochran, a jó választás. A játék vége vészesen közeledik, de vajon ki tud innen fordítani az állás még mindig döntetlen. Egy szép lövés, kezezést reklamálnak, nem tudom mi történhetett, nézzük meg a lassítást. Igen, innen valóban látszik, mintha érintette volna az egyik játékos kezét a labda, de hát sajnos a bírónak nincsen videója, mert eladta. Kapa! Ezzel felszántom a pályát. Használjon ön is angol WC-t. 10 angol közül 9 ezt ajánlja. Nagyon nagy az izgalom a pályán, már csak 30 másodperc van hátra a mérkőzésből, vajon elég lesz-e ez egy gólra? Mi angolok? A veresen a horka. Nem értem. Viktor, holnap korán reggel menj el a Schusterhez, és hozd el az új stoplist. Az új P-mobil lemezt. Hozd el a bajszát. Ha nincs otthon, akkor menj az álmodik. De miért? Hozd el a Schuster bajszát. Hogy a Viki dál. Majd a Victoria Becker. Irány a győzelem. Baszolj! Nem derül ki, hogy én vagyok! Hey, jó, te! A magyarok meccsen focizni szoktak? Nem igazán, de a papádról az nyálat töröd le! Oké! Okay. Thank you! Még egyet! Le. Tessék! Mi angolok véresen szeretjük a bőszint. Mi magyarok a hurkát szeretjük véresen. Mi az ötorlite elvesküsz. Mi meg a reggeli pálinkára, de az a legszebb, mikor a Petinek bepiszkálok a Family-be 6 volt. Na, ahhoz nekem is lenne egy kis szava. My name is David Beckham. You're watching it, Irich, Honai, Miri, 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 show. Olé, 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 Betmerek! Betmerek! Olé! Petsmeregi FC, sha-la-la-la-la-la, Petsmeregi FC, sha-la-la-la-la-la, Petsmeregi FC, sha-la-la-la-la-la, ez a Petsmeregi FC, sha-la-la-la-la-la-la.